Pécelen is május 25-én rendezték meg a gyermeknapi programokat. A Rádai kastély kertjében a városvezető és az országgyűlési képviselő is köszöntötte a megjelenteket. Szeretném megköszönni a szervezőknek azt a kiemelkedő munkáját, amelyel ennek a mai napnak a programját sikerült összeállítani. Tartalmas és elég hosszúra nyúló, vagy éjszakában nyúló programnak nézünk elébe. Én kívánok ehhez mindannyiótoknak kellemes szórakozást és jó időtöltést. Én is valahol gyerek vagyok a 83 éves édesanyámnak, és mindannyian gyerekek vagyunk valakinek. Éppen ezért köszönöm a szervezőknek, hogy ezt a napot erre használják, hogy ezen a csodálatos, valódi, most már májusi szombaton a gyerekeket lehet ünnepelni. Mindenki találja meg azt a programot, ahol jól fogja érezni magát. Valóban itt nagyon sokan dolgoztak, és köszönöm a szervezőknek, hogy ezt megtették. Mindenkinek jó egészséget és szép napot kívánok! Délelőtt az amatőr színjátszók foglalták le a gyermekek figyelmét, majd egy musical társulat, a helyi mozgástúdiók, Gitár Gizi és a Mintapinty zenekar szórakoztatta a nagy érdeműt. Erről és a Lázár Ervin négyszögletű kerekerdő mesefesztiválon történtekről is tájékoztatta a televíziónkat a főszervező, aki, mint elmondta, minden résztvevőnek igyekeztek kedvezni. Pillangó. Volt egyszer, hol nem volt egy erdő, erdő szélén egy házikó. Erdő szélén házikó, ablakában pillangó, rám egy nyuszi ott rohag, az ajtaján megkapok. Különböző helyszínek úgy jöttek, hogy ugye a hely adott, tehát Pécelen itt nagyon nehéz egy akkora területet találni, bár nem akarom elkiabálni, hogy lehet, hogy fog működni, ahova egy helyre minden elfér, és igyekeztünk megtölteni a különböző helyszíneket. Az egyik a Kúria rendezvényház udvara, ahol egy ilyen vasútmodell kiállítás van, ahol ilyen régi gőzöst nézhetnek meg, a gyerekek tologathatják is, illetve ugye itt a kastélykert is két részre van bontva, az egyik részen van a grillverseny, a másik részen pedig a színpad, sőt van egy harmadik terület, ahol a Kultúrált Közlekedés Alapítvány és a Burján Kalandpark vesz részt. Ez előny is, hátrány is, de egy biztos, hogy a gyerekek nem unatkoznak, és legalább, megmondom őszintén, hogy a szülők is egy kicsit mozognak, mert hétköznap úgy sincs mozgástorna, úgyhogy szerintem ez felér egy napi kardióval. Ezen a mai rendezvényen volt egy Lázár Ervin kerekerdő mesefesztivál. Mennyi fellépő volt ezen az eseményen? A mai amatőr találkozón, amatőr színjátszó találkozón négy csapat versenyzett, és ebből az volt a nagyon érdekes, hogy most először fordult elő, hogy egy kicsi kis település, ahol 1300-an laknak mindösszesen, versekről is jöttek gyermekek, úgyhogy ez nagyon nagy öröm volt számunkra, és nem árulok el titkot, hogy természetesen ajándék nélkül ők nem fognak távozni. Mi volt a kiírás? Mit kellett előadniuk? Az idén igyekeztünk úgy megszabni a kiírás, hogy nem Lázár Ervin mesékre, hanem bármilyen mesével indulhattak, amivel csak gondolták, és pontosan ezért jött a versegi csapat is, mert versegen ott volt egy idős néni, aki egy népmesét írt, igaz történetekkel, és Janikovszki Éva mesével vegyítve, és ők ezt a saját darabot adták elő. Nagyon sok programot szerveznek erre a napra a Mesefesztiválon kívül, van grill és tárcsafesztivál. Milyen programok csatlakoznak még ehhez? Hagyomány most már nálunk ugye a gyermeknapon a tárcsa és grill verseny. Emellett a Kultúrált Közlekedés Alapítvány 6 állomással vesz részt, ami azért jó, mert ebben a 6 állomásban a gyerekek a közlekedéstől, a kresztől, a baleset megelőzésen át mindenfélét tanulnak játékosan, és utána ők is ajándékot kapnak. Ezen kívül fellép a Csillag Musical Társulat, akik ismert mesékből adnak elő ismert slágereket. A Mintapinty zenekar, aki egy nagyon jópofa, interaktív gyermekzenekar. Igyekeztünk a gyermekprogramokat úgy összeállítani, hogy mindenkinek kedvezzünk. Arcfestés, kézműves foglalkozás, kalandpark, tehát mindenmi szemszájnak inger, és nem maradhatott el ugye a kisvasút sem, ami szintén már hagyomány itt Pécelen. És este pedig a sztár fellépünk, az Anna and the Barbies lesz. Mennyire fogadják jól a pécseliek ezeket a rendezvényeket, amikkel gyerekekkel is ki tudnak látogatni családostól?
Azt gondolom, hogy a gyermekrendezvények mindig nagy sikert aratnak. Hál' Istennek az időjárás kedvez, mert az elmúlt hetekben azt gondolom mindenkinek csúriban volt a keze, hogy ne essen az eső, úgyhogy nem esik az eső, süt a nap. Nagyon szeretik a rendezvényeket, nagyon jó visszajelzéseket is kapunk, és igyekszünk olyan programokat csinálni, amivel egyébként a gyerekek muszáj, hogy részt vegyenek. Ezt úgy értem, hogy kerekerdő valutánk van, és ha részt vesznek akár ijászkodás, akár kézműves foglalkozáson, akkor az ingyenes gyermekjátékot vagy a vasutat tudják igénybe venni. Tehát azt gondolom, hogy szeretik a gyerekek, illetve a szülők is, mert kevés gyermekrendezvény van itt Pécelen. Láttam, hogy a rendőrség és a tűzoltóság is részt vesz ezen az eseményen. Őket mennyire szeretik a gyerekek látogatni, vagy mennyire érdekes ez? A rendőrség és a tűzoltóság, azt gondolom, még a mentő is minden gyermeknek egy ilyen titkos vágy, hogy minden gyerek tűzoltó vagy katona szeretne lenni, hanem vadakat terelő juhász. Úgyhogy nagyon várják már, hogy a tűzoltó autó is leeressze a csúszdát, ahol lecsúszhatnak, és lesz kutyás bemutató, ami azért izgalmas, mert ugye ez egy speciális bemutató, ahol kábítószerkeresés is van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a gyerekeknek ez egy olyan világ, ahova a betekintést tudnak ezen a napon nyerni. Ha ön nem felnőttként, hanem gyerekként vehetne részt ezen a rendezvényen, mi lenne az, ami legjobban tetszene itt most? Én gyerekként veszek részt ezen a rendezvényen, mert amikor vége van a nagy hajtásnak reggel, és konstatálom, hogy minden rendben van, akkor kicsit én is gyermekbőrbe bújok, mert megmondom ezt, hogy én voltam az első, aki odament a kutyákhoz, simogatom őket, aggódom, hogy van-e vízük, és minden rendben van, úgyhogy én mindegyik programon szeretnék részt venni, sőt, még szerintem a kalandparkba is benézek. A sztár fellépőktől pedig a péceli kapcsolódásokat tudtuk meg. Nekünk a nagynénikénk itt laktak, itt éltek. A másik ugye a művész úr, Kóla művész úr, ő él itt és zongorázik itt, Vági Music Factory. És egyébként meg volt még egy olyan 15 évvel ezelőtt, hogy hívják, milyen klub van itt a PC-en, milyen klub van? Fantasztik? Fantasztik van, ott egy 15 évvel ezelőtt én itt már rappeltem, kérem szépen. Nem tudom, ki emlékszik rá, vagy ki tagadja le, de meg volt nekem a Fantasztik Disco PC-el. És van róla dokumentáció, majd felrakom. Mindenki tudja, hogy különlegességek jönnek elő a koncerten. Ma mi lesz a különlegesség? Ha csak és kizárólag a Kóla Mátyás művész urat fogjuk hallani, megbeszéltünk hamarnak, hogy csak zongora szól, mi pedig így bajomkodunk mellé. Mi vagyunk a tánckar. Nagyon sokan vettek részt a napot záró koncerten, de népszerű volt Virág László modellépítő bemutatója is, amelyen a magyar gőzmozdonyokon kívül egy osztrák lokomotívot is láthattunk. A gyermeknappal párhuzamosan lebonyolított tárcsa és grill versenyen készített felvételeinket jövő heti híradóban láthatják majd. Láttam én egy hunyhót, kis tóval még régen, most hátul van a kertemben, mégsem ugyanaz egészen. Így táncoltam akkor is. Olyan gyors az autóm, hogy lehagyja a hangot, régen nem is hallod már, amiket én mondok. Leadja a fényt is a repülőképen, ott kuksolok azóta, én fent a kap sötétben. Oda menjél senki sem a ladomba, menjél teszel a vonomba, lehet egy csókot, ami ott ide, csak a fekóta is elvide. Mennyiben áll meg a csillagos ész, mondd mi óta ilyen végtelen szív, sorsan tőle lehet a világ nézni, akkor is eredj a virág mézre.